Már 22, illetve 23 Celsius fokos volt a hétvégén a Balaton vize. Ennek és a napsütésnek köszönhetően sokan keresték fel például a keszthelyi városi strandot is. Az ANTS múlt héten megjelent minősítése alapján jó a vízminőség a legnagyobb keszthelyi strandon. Ezt a fürdőzők is alátámasztják. Meg vagyok vele elégedve, más strandon még nem voltunk idén. Víz kellemes, jó. Szép és tiszta a strand. Mi keszthelyek vagyunk, nagyon szeretünk jönni, nagyon jó, csak biciklivel legurulunk, úgyhogy szuper, nagyon szeretjük. Az ANTS múlt héten tette közzé a hazai szabadvízi fürdőhelyek minősítésének eredményeit. Ez alapján a 10 hatóságilag engedélyezett zalai fürdőhely jó, illetve kiváló minősítést kapott. A keszthelyi strandok közül a Libás kiváló, a többi fürdőhely pedig jó vízminőséggel rendelkezik. A Gyenesdiási strandok a Balatongyörökivel együtt jó, a Vonyarcvashegyi Lidó strand pedig a Libáshoz hasonlóan kiváló minősítést szerzett, csak úgy, mint a hévízitó. Egy szabadvízi fürdőhelyen általában egy szezon alatt 4 alkalommal vizsgálják a vízminőséget, szigorú feltételek mellett. A víz mintavételezés is meghatározott körülmények között, akkreditált laboratóriumban történik a vizsgálata, olyan vízminta vételező szakemberrel, akinek ehhez képzettsége van. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta vízminőség, amit a laboratórium a rendelkezésre bocsát, illetve kiad, az teljes körülmények között és biztonsággal hagyatkozhatunk rá, hogy az megfelelő. A városi strandon nem csak a jó minőségű víznek, hanem több fejlesztésnek örvendhetnek a fürdőzők. Új tusolókat szereltek fel, a vizes blokkoknál pedig pelenkázót, óvodás vécét és rokkantak számára használatos mellékhelységet építettek ki. Ezek előterében egy fedett, hűvösebb helységben lehetőség nyílik a kánikulában gyerekprogramok rendezésére is. Jelenleg a belépés is olcsóbb még a strandra. Jelen pillanatban a medencénk nem üzemel, de emiatt 20%-os kedvezménnyel jöhetnek a turisták be a strandra. A Balatoni Szövetség is minősítette a keszthelyi strandokat, ennek eredményét ezen a héten hirdetik ki Alsóörsön.